magas törzsű rózsáimat saját magam nevelem, többféle színben elérhetőek. Ide most kiemelek egyet, akkor csinálod így óvatosan. Akkor kérem szépen, így néz ki egy magas törzsű rózsám. Nagyon szépen ugye, tehát jó alaposan ugye visszalettek vágva, egy fóliaházban hajtatjuk őket, illetve így gyökeresednek. Hát bármelyiket, hogyha nézzük, ugye most még nincsenek ugye kikarózva, bármelyiket ugye nézzük, akkor lehet látni, nagyon szép kis gomboz formájuk van már ugye most. Nézzék meg ezt a San Remo-t mondjuk például, oda nézzenek, hogy milyen gyönyörű, és tele vannak bimbóval. Ugye ezek nem sokára, ezek most már virágozni fognak. Itt is van egy például, ezen is rengeteg bimbó, ez egy Erika pluhár. Tessék meg, nézzék meg. 1, 2, 3, 4, 5 nagyon szép bimbóval rajta, de hogyha így kicsit végignézek, akkor látszik, hogy az összes tele van bimbóval. Nagyon szépek, erős törzsük van, Apricot Blossom, ezen is rengeteg van. Ezek mind-mind nagyon szép erős hajtása, lehet ilyenkor aztán beindulnak. Most ilyen április eleje van, ezek 2-3 hét múlva, most nyilván egy fóliaházban vagyunk, 2-3 hét múlva ezek már virágozni fognak, úgyhogy általában az első virágzásokon túl szoktunk már lenni ilyen május elején, ott egy rotféri van például, szintén tele van bimbóval, úgyhogy kérem szépen a magas törzsű rózsáimnak itt egy ilyen állományát lehet látni, ebből szállítok ki, úgyhogy ezt mondom sekkem, hogy egy ilyen 10 literes színes cserében, nem hiszem, hogy másnál meg lehet vásárolni ezeket úgy, hogy ki is szállítsa a házhoz. Ezeket természetesen állva betesszük a teherautóba, kikötjük, és így visszük el ugye önhöz, egészen ugye az ön kertkapujáig. Ugye nyilván ezeket a növényeket látják, hogy mennyire érzékenyek, lehetetlen lenne ugye gyakorlatilag föladni postán, úgyhogy ezeket kizárólag úgy tudjuk forgalmazni, hogy vagy a helyszínen vásárolják meg a kertészetemben, vagy pedig kiszállítom ugye önökhöz. Egészen a kertkapujukig, és hát ugye ez annak köszönhet, hogy a saját teherautóval szállítjuk, úgyhogy hát a magas törzsű rózsa vásárlása a legalkalmas időpont az természetesen a tavasz, de rengetegen kapnak észben nyáron vagy ősszel. Ezek a koronás, nagyon szép, magas törzsre oltott rózsafajtáim vannak, ezekből lehet válogatni, és tulajdonképpen az év bármelyik szakában, bármelyik hetében, bármelyik hónapjában ezek közül lehet válogatni, és akár egyet, egy szolitárt ki lehet ültetni. Én nagyon sokszor szoktam úgy használni kertépítésben ezeket a magas törzsű rózsákat, hogy ilyen 3 darabot egy-egy színből beültetek, és hát ez egészen fantasztikus, ugye a rózsának, mert ugye ahhoz szokott az ember, ugye ott lent, fél méterre, egy méterre ugye valami van, és ez pedig ugye fönt van a mi szintünkön, tulajdonképpen szembe jön a rózsa, azt hiszem, hogy ez benne a legszebb. Vannak különlegességek, csüngő, piros rózsa és mások, igyekszem mindig változatos fajtákkal dolgozni, úgyhogy most 2019 van, jövőre még több fajtám lesz, még szebbek lesznek, még nagyobb fajta választékkal, úgyhogy ebből az állományból lehet választani.